Sziasztok, borkolyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A mai videóban el fogjuk olvasni a gonosz asszisztensét. Az Anassa könyvek keresett meg engem azzal a kérdéssel, hogy érdekelne engem a kötet, és mivel annyi bookstagrammel ismerősömnél láttam, hogy ők nagyon szerették, ezért úgy voltam vele, hogy persze, nagyon szívesen olvasnám. Úgyhogy itt is köszönöm szépen nekik a könyvet, a mai vlogban őt fogjuk elolvasni. Őszintén meglepődtem egyébként, hogy a kiadó engem megkeresett azok után, hogy mennyi alkusz szidós videót csináltam, értékelem, hogy nem utálnak engem, na mindegy. Szóval, hogy ma őt fogjuk elolvasni, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon várom, hogy milyen lesz, mert tényleg szinte csak jó értékeléseket láttam róla eddig, olyan nagyon magas százalékom van, azt hiszem 90% felett, úgyhogy tökre érdekel, hogy milyen lesz. A kötet egyébként egy lányról szól, aki munkát keres, és találkozik egy ilyen gonosztevővel, ez az igaz ilyen fantasy-beli gonosztevővel, aki pedig pont állást kínál. És igazából ilyen asszisztensének kell lennie, fel fogom olvasni a fülszövegen az álláshirdetést, mert nagyon jó pofa. Asszisztens kerestetik. Hírhet, magasrangú gonosztevő, hűséges, megfontolt munkerőt keres, meghatározatlan irodai feladatokra, illetve az alkalmazottak támogatására zűrzavar, megfélemlítés és egyéb általános sötét teendők elvégzésében. A diszkréció elengedhetetlen. Kiváló jutatások. És hát erre a munkára fog vállalkozni Ivi, viszont utána rá fog jönni egy, hogy a főnöke eléggé dögös, és egy kettő, valaki szabotálni szeretné őket. És erről szól a történet, és nekem ez egy ilyen vicces, de közben izgalmas fantasynek tűnik, én pedig az ilyeneket imádom. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy nekem ez hogy fog tetszeni. Őt tervezem elolvasni, most egyébként hol fogunk elmenni egy hosszú hétvégére Győrbe, és a vonatút 5 órás oda is, és vissza is, 5,5. Úgyhogy valószínűleg őt fogom olvasni, de fogok vinni más könyveket is, mert nem szeretném azt, hogy elolvasom egy út alatt, aztán nem fog tudni közben jelentkezni, szóval majd valahogy be kell osztanom az időmet ezzel a könyvvel, meglátjuk, hogy fog sikerülni, de hát olvassuk is el együtt. Szóval szombaton, azaz 2 nap múlva indulunk Győrbe, és szeretném vinni ezt a könyvet a hosszú hétvégére, amit ott fogunk tölteni. Viszont, mivel nem akarom a könyvet ott egészében elolvasni, hiszen nem biztos, hogy be fog tudni jelentkezni olyan sokszor, ezért viszek másokat is. Ugye a vonatút oda is és vissza is 5-5 óra lesz, miben hát lehet bőven olvasni. Nem tudom, mennyire fogok, mert korán reggel indulunk, lehet vissza fogok aludni, de ha mégsem, azért viszek könyveket, meg amúgy is ilyen kis nyugis hétvégénk lesz, rosszul fogok tudni olvasni, úgyhogy viszek 4 könyvet, elég ambiciózus, de nem akarom őket elolvasni, csak azért legyen nálam, hogyha kell. Úgyhogy, ugye viszem a gonosz asszisztensét, mert bele szeretnék kezdeni, viszont nem akarom ott elolvasni, nehogy az legyen, hogy nem tudok bejelentkezni. Szóval őt viszem és belekezdek, emiatt már nagyon izgatott vagyok. Elviszem az Atlasz 6-ost. Ezt a könyvet a Moly sorsolta ki nekem, úgy voltam vele, hogy nem akarok én választani, hanem tegyük izgivé, és sorson ki nekem valamit, úgyhogy ott van egy olyan fül, hogy ha rámentek a magánkönyvtáratokra, hogy random olvasatlan könyv. Megnyomtam, és ő dobta be, ami abból a szempontból jó, hogy már nagyon érdekel, abból szóval nem, hogy jó hosszú, hát meglátjuk, hogy mennyire fogom tudni olvasni, de azért elviszem. Illetve viszek 2 könyvet, amit nemrégiben kaptam a 21. század kiadótól, ugye ezek voltak a BookTok könyvcsomagban, erre van egy ilyen csomagbontás a csatornámon, be fogom linkelni. Az egyik a Nora Crape a forgatókönyvből, ez egy nagyon kis rövid romantikus, másik pedig a Megőrülök érted. Úgyhogy ezeket fogom vinni, elég ambiciózus, de szeretnék olvasgatni azért ott is. Hát most egyébként egy kicsit kétségbe vagyok esve, ez ilyen tipikus hangulatolvasó ember probléma, de hogy ezeket kiválasztottam, hogy szeretném vinni, ugye, olvasni erre az útra, viszont azóta mások is megtetszettek. Egyrészt előtte nap voltam ilyen Besenyei Gábor előadáson, Jelszel és Dórival, és nem csak hogy aláírattam ezt a könyvemet, de hazajött velem a Korple jó fiú. És most mind a kettőn ön elkezdett érdekelni, és lehet inkább elvinném valamelyiket, viszont közönnek folytattam az Oculus-t, és ebből is nagyon így belelendültem, és ez is nagyon érdekel. Úgyhogy jelenleg fogalmam sincsen, hogy mit vegyek a könyv mellé. Jaj, meglátjuk. Szóval, hogy a helyzet az, hogy nem tudom, mit csináljak. Jelenleg ott tartok, hogy nem tudom, hogy megírja ennyi könyvet cipelni, hogyha nem biztos, hogy lesz időm olvasni. Tehát, hogy napközben végig ugye programozni fogunk, de azért mégiscsak ott van 12 óra vonatút. Inkább legyen nálam, hogyha kell, de pedig az legyen, hogy kéne és nincs. Csak hát az jó sok könyv lesz, amit cipelni kell. Nehezebb lesz, mint te.
Hát ez nem pont úgy sikerült, ahogy akartam, ugyanis a vonaton végül szinte végig aludtam, annyira ki voltam merülve, hogy ugye 3:30-kor keltem, úgyhogy ott nem nagyon sikerült sokat olvasni, csak egy picikét, illetve ahogy visszaértünk az egész napos ilyen városnézés, meg járkálás után, elkezdett megfájdulni a fejem. Úgyhogy jelenleg úgy ülök, hogy nem tudok koncentrálni semmire, bevettem egy gyógyszert. Nagyon reménykedek, hogy még ma este lesz időm olvasni, és lesz inkább kedvem olvasni, mert időm az van, de egyszerűen túlságosan fáj hozzá a fejem, és ezt nagyon nem így terveztem. Na hát, hazaértem Győrből, és szerencsére a fejfájásom, ami az első este nekem bekövetkezett, az hamar el is múlt, úgyhogy valamennyire tudtam még olvasgatni. Igazából a hazaúton egészen sokat olvastam, viszont ugye ezt a regényt nem akartam túlságosan sokáig, mert be akartam nektek jelentkezni. Úgyhogy végül egy teljesen másik könyvet fejeztem ott be, és ezt elolvastam a 111. oldalig, ami úgy nagyjából ennyi a kötetben. Ennek a könyvnek azt hiszem most 93%-os az értékelés a Mojon, ami elképesztően jó. Eddig mindenkinél azt láttam, hogy mennyire imádták, hogy az első pillanattól kezdve beszippantotta őket, és mennyire szuper és különleges fantasy történet ez. Na most, én még várok erre a pillanatra magamnál, mert ha bár nagyon tetszik, még annyira nem kapott el. Látom azt, hogy miért tetszik az embereknek annyira, viszont nekem még ez a pillanat nem volt meg, hogy na ez nagyon-nagyon jó, annak ellenére, hogy bizony tetszik. Két fő ok van, amiatt nagyon tetszik. Egy, és ez rövid lesz, a varangy. Imádom Kingsley-t, a varangyot benne, aki egy koronát viselő, kommunikálni képes béka, és nem tudom, hogy tudjátok-e rólam, de én imádom a békákat. Fel is vettem a békás pólómat erre az alkalomra. A lényeg, hogy ő van egy baromi cuki, és mindig imádom, ha van egy fantasy, mert van egy baromi cuki állat. A másik ok, amiért nagyon tetszik az, mert ez a könyv olyannak érződik, mintha egy paródiája lenne a romantikus fantasynek. Én olvastam már egy hasonló könyvet, ide fogom vágni a borítóját, én buta nem hoztam ide, a Pókfényt, ami olyasmi volt, mintha ki akarta volna figurázni az epikus fantasyt. És én imádom azt, amikor van egy műfaj, mert nagyon sokat olvastam már, és nagyon ismerem őket, és egy kötet ezt akar egy kicsit kiforgatni. Abban a könyvben nagyon érződött az, hogy a kötet igazából az összes klisét sorra veszi egy ilyen sztoriba, és így viccet csinál úgymond belőle, és ez a könyv nagyon hasonló a romantasy szempontjából. Tehát, hogy már az elejétől ki van hangsúlyozva, hogy Eve milyen szerencsétlen, már ezerszer elesett, közben beverte a fejét, beverte a lábát, majdnem felrobbant, tehát tényleg látszik, hogy mennyire szerencsétlen, ugyanúgy ki van hangsúlyozva az, hogy jó, hát neki nyilván szerencsétlen családja van, és szegények, nem is él az anyja, az apja meg beteg, meg még kis gyerektesója is van, és hogy el kell őket látni, apa se nyilván baromi szexi, fekete bőrruhát hord, de rendkívül gazdag, kastélya van gyakorlatilag, és nagyon-nagyon gonosz, és így az egész annyira vicces. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez egyébként tudatos volt-e a szerzőnél, de teljes mértékben olyan ez a könyv, mintha romantizi akarna lenni, de közben nevetni akarna magán, és ez nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy emiatt eddig nagyon beszippantott egyébként, még várom azt, hogy nekem ez tényleg nagyon-nagyon tetszen, de eddig jó felé haladunk, úgyhogy mai tervem az, hogy őt fogom folytatni. Fél úton járok a könyvben, szóval még az is lehet, hogy ma vagy holnap befejezem. Egy dolog kezd egyébként zavarni, ami az elején viszont vicces volt. Szóval, hogy a legtöbb fantasy könyvben van egy ilyen káromkodás, milyen kitalált káromkodás abban a világban, és itt ez az, hogy mi a bánatos béka folyik itt, vagy valami ilyesmi. És először vicces volt, sőt több egy ír is vicces volt, ugye én imádom a békákat, meg békák vannak ebben a könyvben, de amikor így olvasom, és egy ilyen 20 oldalon belül 5 ír-re jön fel ez az egész, tényleg mindenhez kell reagálni? Majdnem befejeztem a könyvet, viszont erre a fordulatra nem számítottam. De jó ég, most fogalmam sincs, mi fog történni, nagyon kíváncsi vagyok. Éppen szerettem volna befejezni a könyvet. De örülök, hogy rám feküdtél. Hát így az olvasás most felbe szakadt egy kicsit. Szerinted mi lesz vége a könyvnek, Ori? Jó lesz a vége, vagy rossz? Te is izgulsz? Befejeztem a könyvet. Képzeljétek el, tegnap, hogy igazából olvastam így hosszan-hosszan, annyira be akartam kuckózni vele, hogy így ilyen kényelmes kis kozi olvasást csináljak, de majd megsültem. Kb. 30 fok volt, jelenleg nem jó a légkonding, és nagyon-nagyon szenvedtem. Egész nap. És most, hogy befejeztem a könyvet, és nem kell olvasnom,
Mindjárt szakad az eső, hideg van, és az a tökéletes beborult olvasós idő. Ilyen az én szerencsém. Na mindegy, hát így is befejeztem a könyvet, ami egyébként nagyon tetszett. Én azt mondom, hogy megéri elolvasni akkor is, ha már sok ilyen romantikus fantasyt olvastatok, mert igazából egy ilyen kis különlegesség ebben a műfajban, ha már nagyon sok klisé van benne, igazából ilyen kinevetős módon, hogy úgy mondjam, és hozzá nagyon különleges a maga műfajában, és tényleg szerintem tud tartogatni meglepetést, én 4 csillagot adtam rá. Habár egyébként szerettem, nekem azért annyira nem tetszett, mint másoknak, akiket láttam, hát nagyon sok embernek elképesztően tetszik ez a könyv, számomra úgy annyira még nem volt az első rész egy olyan nagy dolog, az biztos, hogy egyébként a karakterek nagyon kedveltőek voltak, és vicces volt, és aranyos volt, viszont még várom azt a pluszt. Azt tudom, hogy van egy második része is, ami majd szerintem biztos fog jönni magyarul. Én mindenképpen el szeretném majd olvasni, mert az első nagyon kis kecsegtető volt. Meglátjuk, hogy a második milyen lesz, de ez egy tök szuper kezdés. Abszolút tudom nektek ajánlani. A végén volt egy fordulat, amit egyáltalán nem vártam, és nagyon meglepett, és ennek nagyon örültem, mert ilyen sajnos mostanában kevés van. És hogy olvastam ezt a könyvet, annyira nem láttam jönni ezt a fordulatot, hogy utána a többi oldalt így pörgettem, hogy vajon lesz a lezárás. Persze függő vége volt, és én nagyjából már lehet tudni, mi lesz akkor a második részben, de hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy 4 csillagot adtam rá, és ajánlom nektek, ha bármelyikötök már olvasta a könyvet, akkor kommentbe írjátok le nektek, hogy tetszett, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!